Köszöntöm nézőinket, Nagy Viktor vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai Telena magazinban. Lesz zebra a város legforgalmasabb területén. Új tolnai értékek. Első alkalommal rendezték meg Tolnán a Sejmező elnevezésű rendezvényt. Keltésztából készült süteményeket kóstolhattunk Mözsön. A Városi Önkormányzat mellett működő közlekedési munkacsoport letette elképzeléseinek tervezetét a testület asztalára, és bemutatta gondolatait a lakosság számára is. A tervekben szerepel többek között a parkolási rend, a nehéz gépjárművek forgalmának szabályozása, és az a terv is, mely gyalogos átkelőt hozna létre a város legforgalmasabb útszakaszán. Az előbb látott képsor jól példázza a helyzetet. A város legforgalmasabb útszakaszán nem lehet átjutni biztonságosan az egyik oldalról a másikra, miközben az út egyik felén üzletek, a másikon parkoló van. Ennek a helyzetnek a megoldása is témája volt a közlekedési munkacsoport felmérésén. Berta Zoltán alpolgármester azt mondja, sokan hiszik, hogy egy gyalogátkelőhely kialakítása csak festék és szórópisztoly kérdése, pedig ez messze nem így van. Rendtentő módon megnőtt a gépjármű forgalom. Itt a várost átszelő úton érzékelhetően délelőtti vagy reggeli órákban, délutáni órákban, amikor iskola, munka kezdet van, szinte alig lehet kifordulni a főútra, és ez nehezíti az út egyik oldalára a másikra való átkelést is. Ezen a helyen, ahol vagyunk, itt kereskedelmi egységek vannak, parkoló van, itt az út egyik oldaláról átjutni a másikra az egy általános feladat, de egy nehéz feladat, ezért ugye kezdeményeztük vállalkozóval együttműködve, hogy a gyalogátkelőhely kerüljön létesítésre. A menete az a gyalogátkelőhely létesítésének, ezt az önkormányzat kezdeményezheti, ugye a közúti hatóság az, aki megteszi a kijelölést, aztán majd jönnek a szakhatósági engedélyeztetések. Idáig, ami megtörtént, megtervezésre került a gyalogátkelőhely, azért itt többek között olyan terveket kellett elkészíteni, hogy szabványos megvilágítás, közvilágítás, ugye közművek vannak, ezeknek az elhelyezése, kerékpárút megy el a nyomvonalon, vagy a gyalogátkelőhely járda csatlakozásnál. Tehát ez a tervezési folyamat zajlott le, és közművekkel történt, közmű nyilatkozatokat várjuk vissza, illetve ugye kerül be a hatósághoz kijelölésre, majd a engedélyeztetésre. Abszolút nem festék kérdése, nagyon komoly jogszabályi megfelelősége van ennek. Mondom, itt még ráadásul ugye a csatlakozó járda, kerékpárút, tehát ezeket is ugye tervezni kell, közműkiváltást, szabványos közvilágítást. A helyzet jobb, mint amennyire elsőre látszik. Berta Zoltán szerint még ebben az esztendőben megoldódik majd a neuralgikus helyzet a város forgalmában. Az elmúlt időkben a munkacsoport javaslatára több utcát egyirányosítottak, lévén olyan szűkek a tolnai utcák, hogy a kétirányú forgalom megdongálja a patkákat. A tapasztalatok a forgalmi rend megváltoztatásáról pozitívak. Megértették és használják az emberek, hogy ezáltal biztonságosan az útburkolaton tudnak autózni, nem kell folyamatosan lehúzódni. Ezekben az utcákban azért felmerült mind a fórumon, mind írásba, mind a városban megkeresve bennünket, hogy engedélyezzük a forgalomba szembeni kerékpáros közlekedést, hiszen a bevezetéskor nem kerültek ezek az engedélyező táblák kihelyezésre. Ezt most felülvizsgáljuk. Lehet, hogy nem lesz egyöntetű a döntés, olyan értelemben lehet, hogy lesznek olyan utcák, ahol megvan ennek az esélye, de lehet, hogy sőt valószínűleg lesznek olyanok, ahol továbbra sem. Az egyirányosítás mellett egy másik nagy problémakör volt a várakozás, a parkolás. Ugye ez kettős, egyrészt hol kell tiltani a várakozást ahhoz, hogy ugye a forgalom zavartalanul tudjon haladni, másrészt meg hogyan lehet segíteni a parkolási gondokon. Jó néhány helyen kerültek ki várakozni vagy megállni tilos táblák, itt mögöttünk is van egy, folyamatosan a zöldövezetet használták a parkoló ellenére a gépjárművek várakozásra.
tehát inkább olyan helyeken, kereszteződések végénél alkalmaztuk ezt, ahol ugye a beláthatóság, a kétirányú forgalmak akadályozta a autók várakozása. Ugyanakkor egy-két helyen elindult a parkoló létesítésének is a vizsgálata, közintézményeknél, oktatási nevelési intézményeknél döntött is a testület, hogy több ilyen intézménynél terveztetjük a parkolókat, ezek folyamatban vannak, hiszen itt szükségszerű lesz a parkolóhely számának a bővítése. A munkacsoport arról is tárgyalt, a nagy tömegű gépjárművek közlekedését tiltani fogja a város egyes területein. A város útjai döntően ugye a lakóövezeti utcák azok kétirányú forgalomra nem alkalmasak, illetve nem olyan alapzattal készültek, ami akár egy 40 tonnás szerelvény folyamatos forgalmát elbírná. Ezért született az az átfogó szabályozás, hogy a főutak kivételével a 7,5 tonnánál nagyobb gépjárművek nem hajthatnak be ezekbe a lakóövezetekbe, de természetesen úgy hoztuk meg ezt a szabályozást, hogy ez a mindennapi életet ne akadályozza, tehát akár a kommunális hulladék elszállítása, akár építőanyag szállítása, ez megoldott ezekben az utcákban. Természetesen ilyen célra behajthatnak a járművek. A munkacsoport további javaslatai hamarosan az önkormányzati testület elé kerülnek. A Covid-járvány lelassította azt a folyamatot is, amely a tolnai értékek feltérképezését célozta. A Város Értéktár Bizottsága most új erőre kapott, és 4 új darabbal gazdagította az értéklistát. Kialakult egy egyre bővülő létszámú csapat Tolnán, aki szívén viseli a város történet legértékesebb darabjainak összegyűjtését. A Tolna megyében működő értéktár bizottságokból az egyik legaktívabb a tolnai. A Covid okozta pangás után a testület újabb, a város történet számára értékes elemeket emelt be a helyi értéktárba. Itt van mindjárt ez a kis kápolna, mely a Mária ünnepkörhöz kötődően épül. Egy katolikus, keleti, ortodox és nyugati ünnepnek is tartjuk. Keletről hozták felénk ezt a Mária ünnepeket. És Sixtus pápa az egész egyházra igazából előírta ennek az ünneplését. 543-ban lehet erre a jeruzsálemi templom közelébe épült az első Mária kápolna. A Szűz Mária vélhetett születési helyére hozták fel, és innen terjedt. Az országunkban is több helyen terjedt el, és vélhetően, hogy a németek hozták ezt a településünkre, és a német betelepülés idején az országunkban is egyre több helyen építették ezt a kápolnát, így vélhetően Tolnára is a német betelepülés után került ide, és építették meg a kápolnát. Ezzel is egy újabb katolikus ünnepet valósítottunk meg. A Bajcsy-Zsilinszky utcában található kis kegyhelyet 1859-ben állították a már meglévő Wendel-szobor mellé. Steinbach Péterné és Hermann Rozália nevéhez fűződik a létrehozása. A bizottság tagjai helyi értékként jelölték meg a Mőzsi Szabó Istvánról szóló Testamentum címet viselő kötetet, mely a festőművész saját kéziratával összeállított élettörténetét tartalmazza. Eredeti kéziratát már halála után felesége Mőzsi Szabó István és Aramó Györgyi hozta össze, szerkesztette meg, Pista bácsi barátaival, pályatársai segítségével hozták össze ezt a könyvet. Ez minden fontosabb állomás az életének, minden fontosabb állomásához, a meghatározó hozzá illő festményekkel van illusztrálva. Azon kívül kiegészítve a Vigyázó tornyok és a Haláltánc ballada eredeti lapjai is bekerültek. Ezek már a későbbiek, tehát ezt már később tették hozzá az eredeti kézirataihoz. A könyvbe már olyan művek is bekerültek, amik korábban egyáltalán nem, vagy csak kevéssé voltak publikálva. A tolnaiak életében a víz meghatározó.
Nem véletlen, hogy a mostani felterjesztések között kettő a Dunához kötődő érték is van. Az egyik a tolnai halászok emlékezetéhez köthető. Tudva levő, hogy Tolna története, történelme nagyon szorosan kötődik a Dunához, tehát mai napig kezdetektől, és a vízi mesterségek közé tartozott, ma már annyira nem, a halászat is. A régmúltból elég sok adat maradt fent róluk, de főként inkább a szegény halászokról szólt a történet, majd később rendeződött a halászok, illetve az irodalom kapcsolata, és halásztanyákat hoztak létre. Majd ezt követően, és azért első József 1781-ben privilégiumot adott Tolna vármegye tolnai halászainak, és céhet alapítottak. Na, innentől megváltozott jelentősen a halászat helyzete is. Egész céh dinasztiák alakultak meg, és azt lehet mondani, hogy ezeknek a dinasztiáknak a leszármazottai nem csak a nevüket, hanem a szokásaikat is megtartották és továbbhozták. Ide tartozik például a halászlé, amire azt mondhatjuk, hogy a napjainkban is a halászlé főzés, hát az fontos és elengedhetetlen, és valóban egész közösségeket képes összetartani. Tolnai volt ugyan a cég, de más településekről is jártak ide halászatot tanulni. Ez jelentősen összehozta a dunamenti településeket, és olyan kötődések alakultak ki, ami azért a települések között fennmaradt, akár a mai napig is, akár a helyiek, illetve elszármazottak körében is. Aki a céh életéről többet szeretne tudni, a város monográfiájában talál benne további információkat. De Tolna nem csak a halászata miatt volt jelentős Hajdanában, hanem a rév miatt is. Tolna földrajzi adottságai már a római korban is adottak voltak, és jelentős átkelő hely volt a nyugati és a kelet, a régió nyugati és keleti oldalai között. A 19. századtól már fennmaradtak azok az adatok, amik a szállítási tarifákról szóltak, illetve a szállító eszközökről is maradtak fent. Mindaddig a rév nagyon fontos szerepet töltött be a település gazdasági életében is, hiszen minden kereskedelmet és minden a gazdaságot ezzel tudták fenntartani. Az első András 1055-ben a Tihanyi Alapító Levél kiadásától lehet nyomon követni azt a tevékenységet, ami a település gazdaságát illette, és illetve a története. A tolnai rév sorsát a Duna szabályozás pecsételte meg. Az utolsó készülést az 1937-es határozat tette meg, melynek eredményeként közúti híd épült Bogyiszló és Tolna között, melyet a forgalomnak egy évvel később át is adtak. A tolnai rév történetéről a Városvédő Egyesület támogatásával Varga Mihály helytörténész is dolgozatot. A kiadvány a Városi Könyvtárban megtalálható mindazok számára, akik érdeklődnek Tolna egykori élete után. Most rövid reklám következik, majd a selyemfestés titkaiba avatjuk be Önöket. A Magházban jártunk, ahol a rendezvényen résztvevők is megtanulhatták a szakma alapfogásait. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk. Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást.
Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Első alkalommal szervezték meg Tolnán a Sejmező elnevezésű rendezvényt. A nap során többek között Paksról, Pécsről és Török Bálintról érkezett sejemfestők alkotásait és termékeit tekinthették meg az érdeklődők, illetve a sejemfestéssel is megismerkedhettek. A sejemmel és annak festésével ismerkedhettek meg azok, akik az elmúlt hétvégén ellátogattak a tolnai magházba. Ugyanis a nemrég alakult Sejemgyár Alapítvány első alkalommal rendezte meg Sejmező című programját. A mai nap egy megkoronázása az eddigi tevékenységének az alapítványnak. A szépirodalmi pályázat díjkiosztójára készülünk. Alapvetően az volt a célkitűzés, hogy méltó keretek közt adjuk át a díjakat az indulóknak, de arra gondoltuk, hogy ezt kiegészíthetnénk olyan dolgokkal is, ami a Sejemhez és Bezzerédihez is kapcsolódik. Ezért végül is egy egész napos programot szervezett az alapítvány, melyben délelőtt a sejemekkel ismerkedhetünk meg, sejemfestő workshopon keresztül mindenki kipróbálhatja, hogy milyen érzés sejmet fogni, festeni. Gyönyörködhetünk a kiállítók munkáiban. Nagyon sokrétű a sejemfestő munka, párnák, táskák, sálak és különböző további tárgyakat is meg lehet tekinteni. És délután elkalandozunk akkor a történelemben, Bezzerédi Párról és koráról, tehát az 1900-as évek elejéről hallhat a közönség egy előadást, Dr. Tötös Gábor jön és mesél erről a korról, és 3 órakor lesz a szépirodalmi pályázat díjkiosztója, ahol nagyon örültem annak, hogy 2 díjazott is meg tud jelenni. A díjazottak között még külföldről is vannak. A szervező több sejemfestőt is felkeresett, 5 csatlakoztak a programhoz. Számomra egy nagy megtiszteltetés. Pécsről, Paksról érkeznek. Van olyan, aki már sok éve foglalkozik ezzel, és vannak kezdő festők is. Úgyhogy remélem, hogy megtalálja mindenki a neki tetsző portékát. A sejemfestés Bezzerédi Pál útján jött. Az alapítvány elsősorban Bezzerédi Pállal foglalkozik, az ő korával, az ő történetével, a családjával, Istvánnal, Etelkával, Amáliával. És a sejemfestés úgy jött, hogy szerettük volna megmutatni azt, hogy a sejem, a Bezzerédi által felépített sejembirodalomban mi látható ma. Mivel már nincs sejemgyártás, azt szerettük volna megmutatni, hogy hogy él tovább a sejem Magyarországon, és ilyen formán beleütköztünk a sejem festészetbe, ami egyre inkább ismertebbé válik, és az alapítvány egyik célkitűzése az is, hogy ezt minél szélesebb körben meg tudjuk mutatni. Az eseményen többek között részt vett Meleg Andrea pécsi sejemfestő, akinek alkotásain jól látható, hogy a fő mozgató rugójuk a víz. Körülbelül 15 évvel ezelőtt jött az életembe a sejemfestés, előtte már vállalkozóként dolgoztam, tervezőgrafikával, arculattervezés, embléma, ilyesmikkel, számítógéppel, és akkor ismerkedtem meg a sejemfestéssel, és örültem, hogy végre valami kézzelfoghatót is
készíthetek, nem csak mindig a számítógéppel foglalkozhatok. Amit én képviselek, az, mivel buvár is vagyok, így a kettő úgy tűnik, hogy messze van egymástól, viszont a könnyedség, a lebegés, a sejem anyaga, az mind összefüggésben van a sejemfestéssel, a búvárkodás, úgyhogy az én alkotásaimon mindez a tenger mélysége, a színek, a kék-zöld, ezek jelennek meg. Képekkel kezdtem. Az első kiállításomon képek voltak, és utána megrendelésre készítettem az első sálat. Aztán jöttek a táskák, jöttek a neszeszerek, a férfiaknak is készítek sálat már. Az én sejmeimen nem konkrét tárgyak, virágok, lepkék jelennek meg, hanem inkább valamilyen átkonvertált dolog, de az érzés az ott van. Inkább én érzéseket festek a sejemre, nem konkrét tárgyakat. Sejemfestékkel és ecsettel dolgozom, és vízzel még, mást nem használok. A hőmérsékletet használom ki a festéskorra, a hőmérsékletet. Nagy hőségben, 35 fokban egész másképp kell festeni, mint mondjuk 20 fokban, szobahőmérsékleten. A szél is belejátszik, együtt kell lélegezni a sejemmel. Figyelünk egymást, hogy működik a festék a sejmen. Tehát egy ilyen oda-vissza játék, és türelem és alázat kell hozzá. Idén immáron 6. alkalommal szervezték meg Mözsön a hagyományos Kelt Kalács Fesztivált. Az édes, illetve sós sütemények mellett a programot a helyi óvodások, a Tolnai Ötvös utcai iskola diákjai, a Mözsi Német Nemzetiségi Klub énekkara és a Hartai Hagyományőrző Német Egyesület előadása színesítette. Két év kihagyás után idén újra megrendezték a Mözsi Kelt Kalács Fesztivált. A rendezvény, ami 7 éve indult, elsősorban a mözsi német hagyományok ápolását szolgálja. Az a Mözsi Kervastrudel Fesztivál, Kelt Kalács Fesztivál magyarul. Mözsön a Kervastrudelt sütötték különböző ünnepi alkalmakra. Ezt sütötték kakaósan, diósan, mákosan, és ez egy hagyomány Mözsön, és a Tolnaváros Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015-ben ennek apropóján létrehozott egy fesztivált. Hoztak süteményt a Mözsi Német Nemzetiségi Klub, a Zöldkert Óvoda Mözsről és a Nyugdíjas Klub Mözsről. Az összetartás, a hagyományok ápolása, egy találkozó, sokan örülnek, hogy találkoznak újra. Elsősorban a közösségformálás. Ez sajtos, ez turós, ez töpörtyűs. Természetesen a sós és édes élesztővel készült kelt tésztákból sem volt hiány. A diós, mákos, turós kalács, töpörtyűs pogácsa, virslis, párna, turós batyú, ez diós, vaníliás, csiga, sajtos sörkifli, ez almás lepény, az meggyes, szilvás mákos, és ez meg kókusztekercs. Ez az igazi, echte meserkvecsakalács, amit a nagyanyáink
ősanyáink még a Bajorországból betelepítéskor hoztak magukkal, és ez annyira őrizte a hagyomány jellegét, hogy Mözsön szilva idején, vagy szilva érés idején nem volt olyan családi ház, ahol ezt a fajta kvecsakalácsot nem sütötték. Keltészta az alapja, a szilva félbeva ki van magozva, abból nincs ez az igazi lekvár főzve, csak úgy félig, és úgy a lekvárnak megfőzve, az kihűlt, és a keltészt, amikor megvolt, azt rá lett téve, és darált mákkal, cukros darált mákkal, gazdagon megszórva, és úgy megsütve. És az az igazi, mikor igazából kanállal lehet edni, mert olyan sok finomság van rajta. Igen, és ez a mözsi kvecsakalács. A programot idén a helyi óvodások, a Vosinszky Mor általános iskola diákjai, a Mözsi Német Nemzetiségi Klub énekkara és a Hartai Hagyományőrző Német Egyesület előadása színesítette. 6. alkalommal, 2015-ben volt először, aztán ugye volt a pandémia, és akkor nem lehetett rendezvényt szervezni, nagy rendezvényeket, és akkor idén, hál' Istennek, újra meg tudtuk szervezni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!